A Bonyhádi Fotóklubhoz tartozó alkotók természetképeinek megtekintését nem feltétlenül kell már a völgységi településre menni annak, aki a természetfotók szerelmese és sokszínűségre vágyik. Megkezdte ugyanis vándorútját ez a kiállítás. Köszönhetően a Balassa János Megyei Kórház kultúra pártolásának, miután a szélesebb közönség is megtekintheti nem csak a völgységhez tartozó alkotók sokaságának egyszeri és sokszor megismételhetetlen pillanatfotóit. Azok, amelyekért mindannyian megküzdenek. Az örök témáról szolgáló gemencben, a völgységben, vagy éppen Szekszárd és Sárköz határában, a sötétségtől a pirkadatig, dacolva a sokszor zord időjárással. Szépségek, különlegességek sorjáznak. Az utóbbi kategóriába tartozik Makovics Kornélnak a villámlásokról készített apokaliptikus, ihletettségű sorozata. Természetfotós is, ha fölkészült, ugye akkor valamilyen szinten ki tudja számítani, hogy milyen viselkedés, milyen mozdulat várható, és valamennyire fölkészül rá, utána meg már ugye a természet írja a forgatókönyvet, amit nekünk nagyon gyorsan le kell követni. Örvendetes módon ezen a kiállításon a természetfotók dominanciája mellett több érdekes, mi több szociográfikus illetettségű portréfotókkal is találkozhatunk. Ami kuriózum, amire meg lenne közönségigény, de csak kevesen méretik meg magukat ebben a műfajban, az amatőr világban, mind a festészetben, mind a fotóművészetben. Pedig mesterségbeli tudás sokakban úgy tűnik megvan ehhez. Általában talán lehet mondani, hogy a világ fotográfiában is olyan, hogy több jó értelemben vett műkedvelő fotográfus tört be. Valahogy ez a műfaj, ami ugye egy nagyon intim műfaj, háttérbe szorult, és én nagyon hiányolom ezt a egyébként a galériákból, a különböző kiállításokból, mert az ember lényegét, az ember belsejét megfogni ebben a stílusban, ebben a műfajban igen nehéz dolog, viszont nagyon-nagyon sikerélményt is hozhat. Például a Bonyhádi Ritzel Zoltánnak egy idős, meglehetkorú romanőről készült portréja, ami az objektív valóságot arcvonásokon, mi több arcéleken fogja meg szociográfikusan, a digitális technika lehetőségét maximálisan kihasználva. Ez a kép, amint azt elárulta a szerző, új módszerének, a csípőből való fotózásnak a hozadéka, amiről az alany mit sem sejtett. Én beszélgetek a modellel, és nem emelem a szememhez a gépet, hanem csípőből fotózok. Ez is egy csípőből készült fotó. Ugye nagy látószögű objektív, nagy mélységjelesség, vakut használ az ember, és hát gyakorlat kell ahhoz is, ugye, hogy csípőből ugye az ember eltalálja, hogy a modell benne legyen. De hát itt ugye a technika is nagy segítség a digitális világban, és természetesen a digitális világban nem spórol az ember, ugye mint régen a filmmel, hanem nyugodtan lehet sorozatba kattogtatni, és szerintem a fotónak az egyik nagy kihívása, amit még talán kevesen ismertek fel, hogy nem csak jó fényképet kell tudni csinálni, hanem a sok elkészült fénykép közül ki is kell tudni választani azt, amelyik az igazi. Érdekes lenne egyszer a közművelődés szervezőknek, a közönséget is talán megszavaztatni, kinek, miért az az egy, legfeljebb kettő, esetleg három az igazi a sok közül.